Atomjárat. Első rész. Jerry, lefutottad az ellenőrző programot? Kész. Scatter 15-12-es, maradjon a 180-as vektoron. Kezdjen ereszkedni. Szólj nekik, hogy vészhelyzet van. Ráfordulok a 32-es kifutópályára. Ürítsék ki! Toronyit a 15-12-es, vészhelyzet van. Kérem a repülési vektor koordinátáit a 32-es kifutóhoz. Negatív 15-12-es, tartsa a megbeszélt irányt. Nem megy torony, azonnal rá kell fordulnom a kifutópályára. Ürítsék ki! Ne húzd fel. Van egy szívrohamosom, egy bedöglött hajtóművem, egy rémült navigátorom. Te ne húzd fel! Hoher toronyit a 15-12-es, vészhelyzetben vagyunk. Megkezdjük a leszállást a 32-es kifutópályára. 15 fokos szögben közelítünk a kifutópálya felé. 15-12-es, jármű a kifutón! Jármű a kifutón! Húzd fel! Nem leszállunk, mondd meg! Mit szersz? Mondd meg! Gyerünk, Scotty! Hoher toronyit itt a 15-12-es, letesszük a gépet az aszfaltra. Ismételje meg 15-12-es, megtesz még egy kört és újra megpróbálja. Nem, most ne parkolom. Igyekezz, nem lesz időd megállni. Hidraulika bekapcsolva. Fékezhetsz. Nem tagadom, nagyon aggódtam. Komolyan. Hát tudod, ez a munkám. Williams mérnök úr, fáradjon az irodába. Williams mérnök úr, fáradjon az irodába. Remek volt, Jerry. Szép munka. Miféle megoldás volt ez, Nash? És miféle irányítást kaptam? Semmibe vettél minden utasítást, minden szabályt. Ugyan kérlek, jármű a kifutón. Mit akartál ezzel? A legbocskább trükk a tankönyvben. Nash, ha meg tudtalak volna fogni... Figyelj! A gépet letettem, az utasok biztonságban vannak. A kávé még forró, mivel akarsz megfogni? Még gondolkodom. Akkor átmentünk. Ez kérdés? Átírtátok a könyvet. Juhu! Mr. Shapiro, nem a pénz a lényeg, hanem a hatalom. A mai világ alapja a technológia. Ez a fegyver nem pusztán megbéni, de el is pusztít bármilyen civilizációt. És ez a hatalom. A hatalom az óriások kiváltsága. És én egyetlen óriást sem látok a teremben. Maga megőrült, Dr. Henry. Fiúk, holnap találkozunk. Rendben, főnök. Rendben. Jó éjszakát. Szia. Szia. Várjatok. Szeretnék még mutatni valamit. Gyertek. Uraim, ez az. Ugye csak viccelsz, ez egy 737-es. Még sose hallottam, hogy bárkinek 737-ese lenne. Ez egy egyedi 737-es. Spéci. A világon az egyetlen, amelyiknek 727-es panelje van. Neked való, Jerry? Nekem. Ez tényleg a tiéd? Meg a banké. Vagyis a bankoké. Azt hittétek, csak álmodozom? Nem is tudom. Nem. Ez valóságos. Ez pedig, ez itt, az első szerződésünk. Menj már! Sikerült? Mm-hmm. 3 hét múlva felszerelést kell szállítanom az NKK-nak. Az meg mi a fene? Hogy mi az? Nemzeti Környezetkutató Központ. Kit érdekel? Csak fizessenek. Na? Akkor benne vagytok? Repültök velem, vagy sem? A TWA nem vesz fel. A TWA-nek nem kell lesz. Hey. Jerry? Azt hiszem, igen. Azt hiszed, ez mit jelent? Nélküled nem megyek. Ha már van egy géped, én odafönn tartom. Scatter. 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 Scatter! Doktor, ez az adathalmaz használhatatlan. Ugyan, ostobaság, csak nem tudja átlátni, mert képtelen elképzelni a totális káoszt. Egész civilizációkat, amit élelem nélkül maradnak, megszűnik a védelmük, és nem tudnak majd kommunikálni a külvilággal. Olyan elszigetelté válnak, mintha elnyerte volna őket egy fekete lyuk. Ez Mr. Shapiro, ez a Medúza.
Gyertek már! Olvári úr, hogy kinyomtak belőlük a pénzt a kutatásra. Nehéz 6 hónap volt, szerinted az Antarktisz megváltozik valaha? A pénzének soha. Kedvesebben! Nagyon büszke vagyok rátok, keményen dolgoztunk, és nagyon fogtok hiányozni. Nagyon jó újra itthon lenni. Amerika! Viszlát! Jó éjszakát! Íme egy világhírű tudós, aki képtelen rájönni, hogyan működik egy ajtó. Elhallgattatja a medúzát, azzal végzetes hibát követel. Amint elveszti az uralmat a fegyver felett, az visszatér magához. Nem tudja majd, hogy hol és mikor csap le, még csak fel sem fogja ismerni. De elképesztő pusztítást visz véghez. Életnek nyoma sem marad! Majd később beszélsz a szabadnapjaidról, de nem most. Rendben? Igen, hallom, mit akarsz még itt? Tudom, egy perc az egész. Tetszeni fog. És megígérem neked, hogy nem fogunk elkésni az étteremből. Ez megváltoztatja az életedet, látod? Uh-huh. Ez itt egy mini videó konferencia közvetítő. Várj csak. Vedd föl. Halló. Látlak, drágám, mondhatod? Fantasztikus. Mit szólsz, ugye klassz? Ez csodás. Üzenetet is táplálhatsz bele. Mondjuk nem vagyok otthon, de hagytam neked üzenetet. Csak beütsz egy kódot, és a gép lejátsza. Üsd be az 59-et. Már régen szerettem volna megkérdezni valamit, és most újra eszembe jutott. Emlékszel, amikor azt az ostoba kis játékot játszottuk a színekkel? Színeket adtunk az emberek életének, és én azt mondtam, hogy az én életem kék. De azt mondtad, még keresed a színedet. Arra gondoltam, ha még nem találtad meg, osztozhatnánk az enyémen. Tetszik a kék, nem? Hozzám jönnél? Dean. Szóval? Igen. Biztos? Igen, biztos. Van rajta rögzítő. De lehet, hogy sürgős. Igen. Biztos sürgős. Valakinek bedöglött a mobilja. Cooper Elektronika. Hello, Dean. Vivian nem volt otthon, gondoltam, csak veled lehet. Az irodámban? Otthon nem vette fel. Beszélhetnék vele? Rogers az. Mindig kiválóan tud időzíteni. Na és mit akar? Kérdezd meg. Halló. Hogy vagy, Vivian? Ugye nem azért nyomoztad ki, hol vagyok, hogy a hogy létemről érdeklődj.
Az fel sem merült benned, hogy bocsánatot akarok kérni? Nem, ez nem merült fel bennem. Megértelek. De szeretnék mutatni valamit, mielőtt túl késő. Hogy érted azt, hogy mielőtt túl késő? Beteg vagyok, Vivian. Látni szeretnélek. Nem, Rogers, arról szó sem lehet. Csak néhány percre. Tudom, hogy még ennyit sem érdemlek tőled, de muszáj látnom téged csak még egyszer. Kérlek, semmi trükk. Könyörgök neked. Nagyon fontos. Rogers. Majd visszahívlak. Mit akart? Beteg. Azt akarja, hogy látogassam meg. Nem. 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 Most olyan más volt a hangja. Olyan megtört. És már nagyon régen nem zaklatott. Vivian, azért nem zaklatott, mert a bíróság erre kötelezte, érted? Már feladta, hogy visszaszerezze. Nem, Rogers Henry sosem adja fel, csak fedezékbe vonul. Ne menj oda, jó? Nem tartozol neki, semmivel. 10 évig voltunk együtt. Vivian, hallgass rám! Az a fickó őrült. Nem, Rogers egy zseni. Ne tévezd össze a két dolgot. Mindenét elveszítette, és most beteg. És ha újabb szívrohamot kapsz? Dean, én ilyen gyenge szívvel születtem. Nem ő okozta a szívrohamot, és a pacemaker rendbe hozta, figyelj! Remekül vagyok. Tökéletes vagy. Csak az ítélő képességed aggaszt. Nem hiszem, hogy baj lenne vele. Most mondtam neked igen. A meteorológiai szolgálatnál ezt a hatalmas erejű hurikánt Sigridnek keresztelték. Ez a példátlanul pusztító szelet és esőt hordozó jelenség az Atlanti-óceán közepe táján keletkezett, és megállíthatatlanul folytatja útját nyugati irányba. Szakértők szerint a Sigrid most 2-szer olyan erős, mint amikor a Bermudákon pusztított, és ha semmi nem áll az útjába, hamarosan eléri... Találtam egy jó kis lakást Marylandben. Ez a vihar hihetetlen. Fantasztikus! Neked is tetszeni fog. És előzetes becslések szerint minden eddigi természeti csapásnál... Csomagolsz? Azt hittem, itt maradunk pár napig, mielőtt visszamegyünk. Hagyjam ki az évszázad legnagyobb hurrikánját! Megnézzük Floridában. Ez Karolinában fog lecsapni, ott lesz a legerősebb. Csak nem képzeled, hogy kihagyom. Ugyan már, holnap találkozhatnánk egy csomó emberrel. Maradjunk itt még néhány napig, aztán együtt visszamegyünk Washingtonba. Bobby. Most mondtam, hogy mit szeretnék, csak te nem figyeltél rám. De figyeltem, csak nem tudom elhinni, hogy lemondanál 3 nap pihenésről. Mi vagy te, mániákus viharrajongó? Ez eléggé szíven ütött. Menj egy későbbi géppel, kérlek. Jó volt veled. Tényleg, de számomra nagyon fontos a munkám. Linda, ha egész életedben utazol, soha sehol nem leszel otthon. Tudom, mikor kell nyugton maradni. Felismertem a tétova lépéseidet. Rémesen nézek ki, nem igaz? Mennyire vagy beteg, Rogers? Nagyon, azt hiszem. Haldoklom. Hasnyálmirigyrák. Még kb. 6 hónapon van hátra. Sajnálom. Igen. Én is. Most már érted, hogy miért akartalak látni. Ne szólj semmit, kérlek. Látnom kellett téged. Bocsánatot akarok kérni.
a szenvedésért, amit okoztam. Túl vagyok rajta. Nem akarlak zavarba hozni sem téged, sem magamat, de... Én csupán... Szeretném, ha tudnád, hogy beláttam, és hogy rettenetesen megbántam már. Nagyon rendes tőled. És most szeretnék mutatni valamit. Ne nézz ilyen gyanakvóan. Olyasmit mutatok neked, amitől nagyon boldog leszel. Mév, hát itt van. Mi a fenéről beszélsz? Megcsináltam. A Pentagon eltörölte. A projektet igen, de engem nem töröltek el. Azt mondták, nem működhet. Igen, sok mindent mondtak, és semmit sem tettek. Én megcsináltam. Elkészült a Medúza. Ez lehetetlen. Nem tudtad? Nem, persze, hogy nem. Ez csak egy méretarányos modell, de a terv tökéletes. Működik. Emlékszel az eredeti tervekre? Az ecet acélburokra, ami áthatolhatatlan? Gyerünk, érítsd meg! Rajta, menj csak! Egyedül csináltad? Éjjel-nappal mióta elmentél. Ez az én ajándékom. A szabadalom milliókat ér majd. Engem nem érdekel. Rogers. Mi a terved vele? Nem ismersz túl jól, ugye? Ismertelek, de megváltoztál. Megváltoztattak? Eltörölték a 21. század legnagyobb kutatását. Gyűlöltem Shapirót és bandáját a Pentagonban, de ezt az országot sose gyűlöltem. A találmányomat sose adnám el másnak, csak a kormányunknak. Ez gyönyörű, Rogers. Zseniális. Szükségem van rád, hogy elvidd a Pentagonba. Nem. Vivien! Nem! Hallani sem akarok róla! Vivien! Nem akarok többé visszakerülni abba a világba. Melyikbe? Ahol a legbrilliánsabb elmék. Sosem volt tárgyakat hoznak létre? Nem. A titkok és lezárt akták, a hazugság és félretájékoztatás világába elég volt. Vidd el magad! Nézd rám, Vivien, haldoklom. Én nem bírnék ki egy washingtoni utat. Még ha odaérnék is, szerinted hogyan reagálnának? Rajtam röhögne az egész rohadt Pentagon. Én már mindent elintéztem. Csak annyi a dolgot, hogy elkísérd a szállítmányt. És mi van a többi tudóssal, Barkerrel, Feldheimmal? Nekik talán hinnének? Senkiben sem bízom rajtad kívül. Tudod, hogy milyen következményekkel járna, ha rossz kezekbe kerülne? Istenem, Rogers! Kérlek, csak egy napot rabolna el az életedből. De nekem ez az életem. Figyelj rám, Betty! A Scatter egy semmi kis cég. Ellenkező esetben. Igen, igen. Elveszem a távirányítót, ha folyton játszol vele. Belefáradtam ebbe az állandó küszködésbe, Jerry, komolyan. A társaságnál pilóta lehetnél, a kezdő fizetése duplája lenne annak, amit Scat fizet. Drágám, a Scatter olyasmi, amiről álmodtunk. Amit együtt építhetünk fel. Ez egy esély, hogy létrehozzunk valamit. Miért nem maradtál az Amerikennél? Azért, mert az Amerikennek nem kellek. Nem mentem át a pilóta alkalmassági teszten. Szándékosan csináltad. Peti, senki se bukik meg szándékosan. De igen, te igen. Ha akartad volna az állást, átmentél volna. Nem, Peti, nem találtak alkalmasnak, érted? Értem én, Jerry. De ha Scat mellett képzeled el a jövődet, akkor én nem kérek belőle. Nem igen, van választásom. Scat nem is tudja, hogy megbuktam a teszten.
Ha már most kételkedni kezd. Átviszem a gyerekeket anyámhoz, ezt át kell gondolnom. Maradj most itt, Peti. Ne hagyj! Kérlek, ne csináld! Aszkater az egyetlen esélyem. Hogy képes vagy megtenni. Nem akarok még egyszer erről beszélni. Hogy érted, hogy még egyszer? Eldöntöttük, nem igaz? Együtt döntöttük el, hogy nem mész vissza abba a világba. Tudom, hogy már megbeszéltük és örökre lezártuk a témát. Csak egy percre hagyd abba a pakolást. Dean, ezt meg akarom még tenni. Egész keleti partot rettegésben tartja a hatalmas erővel tomboló Sigrid nevű hurrikán közeledte. 12 hó víz nélkül maradtam. A hatalmas erejű szél fákat csavar ki, háztetőket kap fel. A Nimbus 8 felvétele, Sigrid hurrikán, keleti idő délelőtt 11 óra 47 perc. Igen, mindent elhúztam. Miami nemzetközi repülőtér. Maga ezt nem érti, rajta kell lennem ezen a gépen, két viszonylag kisméretű csomaggal, csak ennyi kérdez. Beszéljen a kapitánnyal. Várjon, tudja mit? Én csak jó, ne moduljon innen. Totál kiborít. Köszönöm, kapitány. Maganes kapitány? Ki kérdezi? A rakodója rettentő nagy bunkó. Ő nem bunkó, ő a másodtisztem. Nem akar felvenni engem meg a csomagomat. Nem látom az utas listán, te talán látod? Igaza van, itt a lista. Utazás nincs ta. Ne jó pofizzon, kapitány. A Nemzeti Környezetkutató Központ bízta meg magát, és én nekik dolgozom, úgyhogy csináljon helyet. Akkor most kezdjük előről. Én Scott Nash vagyok. Ő Jerry Carmel, maga pedig? Nézze, sajnálom, ha erőszakos voltam, fél évet töltöttem az Antarktiszon, egy hete nem alszom, túl sokat ittam, másnapos vagyok. Értékes műszereket kell Washingtonba vinnem, és érkezik egy hurrikán, amiről nem akarok lemaradni. A nevem... igaz. Nos, dr. Linda McCoy, és csupán annyit szeretnék elérni, hogy két doboznyi felszereléssel együtt beférjek a gépbe. Mint tudja, bizonyára. Ezeket a kormányszerződéseket a bürokraták felül. Egy hiba és ugrik a szerződés. Én nem fogok hibázni, Szivi. Ez a Szivi volt az első hibája. A második az, hogy nem akar felvenni a gépre. Kezdődik. Évek óta a környezetkutatónál... Doktornő! Fenyegetőzéssel. Nem éri el, hogy felpakolják a cuccát a gépre. Sem magát, sem más nem viszek sehová engedély nélkül. Nézze, ez nem de fenyegetés... De egy dolgot megtehetek. Felhívom Washingtont. Meglátjuk, mit mondanak. Ez konstruktív javaslat volt, kapitány. Köszönöm. Ha a gondjai támadnának, csak füttyentsen. Már beszéltem a rakodás felügyelőjével, de nem akar segíteni. Hogyan téveszthetted szem elől azt a ládát, akár egy pillanatra is? Mióta nincs meg? Néhány perc. Menj vissza a felügyelőhöz. Fenyegesd meg, hogyha kell. Értesd meg vele, hogy a... helyzet kritikus. Felhívom a Pentagont. A Sigrid nevű hurrikán előszele már elérte partjainkat, és 10 méteres hullámokat korbácsol a karolinai partra. Ez csúnyálat ígérkezik, Scott. Fakszolj át az engedélyt, kösz. Induljunk. A hatóságok két meg akarom úszni a vihart. Tegyék meg a szokásos óvintézkedéseket. Két hajó bajba került, a parti őrség szóvivője szerint félő, hogy elsüllyedtek. Miután hatalmas pusztítást vitt véghez a Bermudákon, Sigrid úgy tűnik megpihent az Atlanti-óceán fölött, hogy erőt gyűjtsön és újra lecsapjon. Áj, komolyan az idegeimre mész. Te nem tudod, hogy mi van itt? Igen. Tudod, hogy nem tehetem meg. Hagyd békét, Gino!
Megtalálta a rakományomat? Hölgyem. Azt hittem, tisztáztuk, hogy egy kritikus szállítmányról van szó, melyet személyesen kell felügyelni, míg a Pentagonban nem ér. Én meg azt hittem, tisztáztuk, hogy kitölt egy ilyen űrlapot, és utána nézek. Ez felháborító. Azonnal keresse meg! Uramisten! Mindjárt infarktus kapok. Hol a szállítmányom? A környezetkutató egyik ládája itt maradt. A Scatter biztos elvitte helyette. Szerezze vissza! Hölgyem, a kormány cucca prioritást élvez. Azt javaslom, hogy most nagyon jól nyissa ki a fülét. Engem nem érdekelnek a kormány cuccai. Bárhol legyen a szállítmányom, megtalálja, és a közelembe juttatja. Mert ha nem, a cége délután 5 órára már nem üzemel. És ez csak a jó hír. Mert a rossz hír az, hogy gondoskodom arról, hogy maga személyesen átkozni fogja a napot, mikor elveszítette a szállítmányomat. Miami repülőtér, tengerészeti parancsnoki állás. Úristen! A szkennerek nagyon érzékenyek. Ha egy kapszulányi nukleáris anyag bekerül a reptér területére, azonnal jelezni fogják. Ha itt beválik, minden nemzetközi reptérre felszereljük. Elnézést! Mindenütt kerestem! Na hát, nem is tudtam, hogy már ma reggel üzembe helyezték. Megnyugtató, úgy tűnik, hogy átmentünk a tesztjén. Jöjjön, megmutatom. Ezt látjuk, ha nukleáris anyagot érzékel? Igen, pontosan ezt látjuk, mert nukleáris anyagot érzékelt. Nyilván tudja, hisz idehozta. Nézze, előttem nem szükséges titkolóznia. Fogalmam sem volt arról, hogy már beüzemelték. Nem értem, miért tartott a titokban ezt a tesztet. A repülésfelügyelet nem tesztelte. A tengerészet sem. Akkor nukleáris anyag volt a repülőtéren. Gyerünk, ne tegyem tönkre! Valami kritikus szállítmányról van szó, szétszednek telefonon! Személyesen kell elkísérnie! Kizárt. Van egy kis gond. Egy másik ládát pakoltak be. A miénk még a reptéren van. Összecserélték őket. Hogy történhetett meg? Mi a kapitány? Nem lehet messze Tallahassee-től, saját költségemen odarepítem. Ennek a Harrynek jó kapcsolatai vannak. Valami gond van? Remélem, nem az én holmimmal. Nem, a maga holmiával nincs semmi gond. Mi történt? Felvett valamit, ami nem volt a listán? Kapitány, könyörgök! Mi a neve? Ben. Kérdeznék valamit, Ben. Maga melyiket választaná, az NKK-t vagy a Pentagont? Húzzunk ki a csávából, kérem. Eljuttatom a szállítmányt az NKK-nak. Mindössze 10 percet kérem. Meg vegye fel azt a nőt. Együtt fogunk dolgozni. Nagyon hálás leszek. Az adósom, Ben. Tallahassee-be megyünk, felvesszük a nőt. Visszamegyünk egy macáért, hogy elkísérjen egy ládát. Az egy fontos szállítmány a Pentagonnak. Az se érdekel, ha egy vese az elnöknek. Ha nem érünk Washingtonba még a hurrikán előtt, magának vége. Doktor, most már elég legyen. Ha nem tudnám, hogy odaérek még a vihar előtt, nem mennék vissza. Helyre akarok hozni egy hibát, amiről nem tehetek. És mert jó tett helyébe jót ne várj, remélem, hogy minden fenyegetését betartja. De amíg a gépen van, én vagyok a főnök. Úgyhogy üljön le! Hogy leültetem én. Ő a tulaj. Csak mert olyan fiatal még. Berepülő pilóta volt a seregben. Főhadnagy.
Tomcatek elrepült, olyasmikre képes. Jól van, rendben. Hány repülőjük van? Egy. Ez az egy. Kis cég vagyunk. Sokat jelent ez a szerződés. Mondhatod. Haladhatnánk mondjuk ezen a vektoron. 280. Igen, Stanley Shapiro védelmi miniszterre várok. Kapcsolja Tony Di Stefano igazgató helyettest. Igen. Elmondom, hogy mit tudunk, miniszter úr. 36 gép hagyta el a repteret az utóbbi 3 órában. Közülük 9 teherszállító. Kapcsolatba lépünk velük és visszarendeljük őket a reptérre. Egy valóságos szörnyű. Rendben. A valaha is észlelt legpusztítóbb erejű vihar. Az előzetes becslések szerint az okozott kár dollármi. Már is több száz ember vált hajléktalanná a Bermudákon, és sokan eltűntek. A kongresszusban úgy döntöttek, hogy a képviselők hazamehetnek a családjukhoz, még mielőtt a vihar lecsap. A válságteremben leszek, hívjon, ha kiderített valamit. A titkárnők egy órán belül menjenek haza. Nem tetszik nekem ez a vihar. Dick, a fehérház értesült a Miami-ban történtekről? Igen, maga az elnök is. Ki a felelős? Nem tudni. Az NRC már találgatja, mi lehet. A CIA keresi a tettest, az FBI pedig próbálja kideríteni, hol lehet most. A lényeg, hogy azonosítatlan nukleáris anyaggal van dolgunk, és talán késő. Talán már is nyoma veszett. Hívják vissza mindet Miami-ba. Jó ötlet, de némelyik már leszállt, másoknak tankolniuk kellene, talán már kirakottak. Nem tudom. A radioaktív anyag akár már egy autóban is lehet. Nagy baj van. Mondd meg Franknek, hogy ezt nézze át. Kösz. Szia. Szia, én vagyok. A vadi új spéci telefonon hívsz. Igen, Tallahasseeben vagyok. Mit keresel ott? Remélem, ezután simábban mennek a dolgok. Eddig egy katasztrófa volt. Rossz gépre rakták a szállítmányt, és most vissza kell jönniük, értem. Visszafordul érted egy gép? Ezt hogy érted el? Kicsit megdolgoztam a rakodás felügyelőjét. Szerintem halálra rémült. Remélem, a kamion ott lesz a reptéren, mert már szinte látom magam, amint ezt a vacakot a hátamon cipelem Washington utcáim. Jó van. Viv, tégy meg valamit. Intézd el, és gyere gyorsan haza. Jól van, most mennem kell. Washingtonból felhívlak, szeretlek. Mrs. Harry? Igen. Hello, Nash kapitány vagyok. Sajnálom, de nem tehetünk róla. Tudom, de muszáj elkísérnem a szállítmányt Washingtonba. Ne aggódjon, elvisszük. Ne kiabáljon, csak a viharról akarok beszélni magával. Megeshet, hogy irányt változtat. Ez is a globális felmelegedés egyik hatása. Doktor, a gép eleje nagyon keskeny. A kapitány és a tisztjei ülnek ott. Pilótafőkének hívják. Mögötte helyezkedik el egy széles rész, amit utastérnek hívnak. Azaz a hely, jó, ahol az kapitány, utasok. Jó kapitány, hadd magyarázzam el magának. Ez a vihar olyan, mint egy egerésző macska. Mondja, mi a szakterülete? A légköri jelenségek, és csak jelezni szeretném, hogy ezt a vihart a felmelegedett óceán táplálja, amitől példátlanul nagy erejű. Vettem. Ne becsülje alá. Lecsap Washingtonra, és én a laboromból akarom figyelni. Nem akarom, hogy a fenekemre csapjon ide fönt. Pedig milyen szép feneke van. Washington nemzetközi repülőtér. Jól van, srácok, diktálom. A Sigrid első washingtoni áldozatai. 2 hasábnyit kérek. Ha beszéltem az utasokkal, akkor lesz több is, jó? Na jó, mondom. Egy 2 motoros Jetstream a nagy szél miatt leszállás közben rázuhant a 36-os kifutóra. Megbénítva ezzel az egész repteret. Egy 2 motoros? Igen. 2 motoros. Nagyon rossz helyen van a 36-os és 32-es között. Az utasok? Az utasokat és a személyzetet kimentették, de azóta is mindenki egymásra acsarkodik. Komoly fennakadások vannak. Ez jó. Ennyi. Itt ragadtam ilyen. Csak akkor tudok meg többet a viharról, ha ideér. Keresek egy ülőhelyet, és befogom a tornyot a rádiómon. Washington, mire számíthatunk? Még nem tudjuk, Scatter, majd értesítjük. Ha gondolja, átirányíthatjuk Dallasbe vagy Baltimorba. Vettem.
Megyek, beszélek az új utassal. Mrs. Harry? Vivian, kérem. Vivian, leszállhatunk Dallasben, ha ez megfelel magának. Miért? Washingtonban gondok vannak, egy kis időre lezárták. A szállítmányt a leszállás után a Pentagonba kell vinnem. A reptéren már várnak a szállítók. Inkább várnék, hát ha megnyitják. Értem, rendben. Torony, úgy döntöttünk, várunk. Amint lehetséges, a National-en kell landolnunk. De jó lenne, ha nem találkoznánk Sigriddel idefönt. Vettem Scatter 50. Engedélyezem, hogy a Georgetowni rádióadó felett várakozzon 10 000 lábon jobbra körözve. Vettem. Irány a Georgetowni rádióadó jobbra körözve 10 000 lábon. Uram! Itt van, ami nem stimmel. Mit talált? Van itt egy sürgős szállítmány az MKK-nak. Scatter 50. De közben leszáll Tallahassee-ben. Szép munka. Figyelem! FBI főhadiszállás, Washington. Uram! Majd visszahívom. Találtunk egy gyanús repülőgépet. És? Útban van Washington felé. Remek. Hívja össze a stábot a konferenciaterembe. Közvetlen vonalat kérek a géppel és az összes katonai támaszponttal. Hol az új ügynök? Mi a neve? Bill Andrews, uram. Bill, a dragosztály bele akar kontárkodni. Rázza le őket. Üdv az FBI-nál. De uram! Donna, szerezzen meg minden adatot a gépen tartózkodókról. Meg lesz. Jaj, az én nagy unokám! Puszi! De nagy puszi! Menj csak! Jerry, hol van? Éppen repül. Értem. Rettentő unalmas figyelni, amint körkörös lyukat vágunk az égbe. Kinyújtózom egy kicsit. Hölgyeim! Elnézést, doktor, nincs egy lemerülő félben lévő aksi a fontos műszerei között? Miért? Remélem nem komoly, de egy elektronikus pittyegést hallok ott hátul. Mi folyik ott? Majd megtudod. Szerintem jobbról a második pittyeg. Nem tudom, mi lehet az. Ez az. Nem az én cuccomból jön. Inkább abból, ami nem volt a listáján. Jól van, megnézzük. Igen, határozottan innen jön. Mi ez, Mrs. Harry? Nem tudom. Mi van benne? Egy prototípus, amit a volt férjem kérésére kísérek Washingtonba. Nem lehet valami, ami véletlenül bekapcsolt? Nem. Nyissuk ki. Arra ne is gondoljon. Ez itt a volt férjem tulajdona, és megtiltotta, hogy bárki belenézzen. Mrs. Harry, ez egy levegőben lévő kereskedelmi repülő. Hatalmunkban áll bármelyik szállítmányba belenézni.
Az ön ládájából egy riasztószerű hangot hallunk, ami jelezni akar valamit. Ha csak a férje nem részletezte önnek, hogy mit tegyen abban az esetben, ha ilyen pittyegő hangot hall. Meg kell néznünk, hogy mi lehet az. Kinyitjuk. Meg mi a fene? Ott egy lehajtható panel. Jerry, hozd csavarhúzó készletet. Kérem, nem, ne nyúljon hozzá. Mozgásérzékelő van benne, miért? Nem tudom, de ezt a Pentagonban kellett volna kinyitniuk olyanoknak, akik értenek hozzá. Nem várhatunk, Mrs. Harry. Itt van egy lehajtható panel, ez nem véletlen. Talán van benne egy használati utasítás. Nem teszem tönkre azzal, hogy kinyitom. Nyomja meg az Entert. Semmi gond. Jó, jól van, lehet. Tegyük vissza. Várjon. A szerkezet jelenlegi földrajzi helyzete. A navigációs rendszere meghatározta a helyzetünket. Figyelmeztetés. Hello, a nevem Medúza. Köszönöm, hogy hazahoztak. Ebben a pillanatban a Pentagon épületének falai között kell lennem. A memóriámba betáplálták a koordinátákat. Ha megpróbálnak elmozdítani innen, vagy kikapcsolnak, az azonnali detonáció eredményez. Itt a Scudder. Scudder? Itt Tony DiStefano, az FBI igazgató helyettese. Aha. Ma reggel a Miami Internationalről szálltak fel, ugye? Pontosan. Rendben, Scudder. Miután felszálltak, tudomásunkra jutott, hogy azonosítatlan veszélyes anyagot észleltek azon a környéken. Attól tartunk, hogy az anyag az önök fedélzetén van. Milyen jellegű anyagról van szó? Azonnal le kell szállniuk. A szakembereink átvizsgálják a rakomást. Gyere, mit rakottak ki, mióta felszálltak, ugye? Nem, még minden a gépen van. De most már elárulná végre, hogy mit keresnek? Veszélyben vagyunk? Rendben. A National felé tartunk. Hol kell leszállnunk? Az Andrews légitámaszpontra gondoltunk, de várniuk kell, míg meg lesz a végső döntés. Rendben. Scott, a raktérben van egy... Jerry, kérlek, ne most. Tegyél félre mindent. Most fogtam egy beszélgetést az FBI főhadiszállása és egy Washingtonba tartó gép között. Átirányították az Andrews támaszpontra. Milyen alapon? Bármi is van a fedélzetén, kiérdemelte az FBI osztatlan figyelmét. Drogok? Nem, annál komolyabb dolog. Azonnal hátra kell menned a raktérbe. Letörött a szárnyom? Nem. Akkor kösz, nem érdekel. Figyelj rám! Kinyitottuk az új utasunk ládáját. Találtunk benne egy hatalmas fényből készült tartályt rajta egy monitorral. Olvasd el az üzenetet. Micsoda véletlen. Az FBI valami veszélyes anyagot keres. Szivárog? Hátra kell menned, nem érted? Annak a vacaknak biztos elromlott a belső navigációs rendszere. Azt hiszi, itt van a Pentagon. Átrepültünk felette, mielőtt körözni kezdtünk. Scott, de csak menj hátra. Én bombának néztem. Hát ez remek. Nem elég, hogy összekaptam a feleségemmel, most itt egy bomba. Nem lehet bomba, nyugalom, ugye? Nyugalom! Előbb megnézem.
Vivian, ez mit jelent? Azt hiszem, valószínűleg... Kicsoda? A volt férjem. Nyilván betáplált néhány figyelmeztetést, hogy bemutassa a szerkezetet. Ő tudja, ez egy tesztmodell, amit a Pentagon számára készített. Nem igazi? Ezt honnan tudja? Tudom. A volt férjem... Mivel foglalkozik a volt férje? Atomfizikus. A kormánynak dolgozott Los Alamosban. Figyelj, a bermudai pusztítás lerágott csont. Ez a valami hamarosan eléri a partjainkat. Ezzel foglalkozz. Vigyél egy stábot. Nem akarom hallani. Igen? Igen. Ez már valami. Képek a Nimbus 8-ról, amit tavaly lőttek fel. 30 méteres hullámok vannak a virginiai partoknál. Iszonyú pusztítást visz véghez a kikötőkben, a strandokon, mindenhol. Bob keres. Hello, Bob! Persze, a fiúk folyamatosan küldik az anyagokat. Nem, dehogy, ezen maradunk. Add be Szírit! Az észak-karolinai partvidéken vagyunk, ahol az óvintézkedéseket a lakosság evakuálása követte, majd elszabadult a pokol. Mögöttem éppen azt láthatják, amint a Sigrid nevű hurrikán előfele eléri ezt a csendes várost, ahol bizonyára hatalmas pusztítást hagy maga után. A gép hamarosan leszáll az Andrewson. Meg akarunk győződni arról, hogy a Miami-ban észlelt nukleáris anyag a 737-esen van. A Pexpresenti katonai bázison van egy szkenner. Úgy van, uram. Elviszik az Andrewsra, 90 perc alatt ott vannak. Miután a 737-es leszáll, ellenőrzik a rakományát. Rendben. Uraljuk a helyzetet! Igazgató úr? A CIA külföldi érdekekre gyanakszik. Ide küldenek egy csapatot a Langley-ről. Az NSA is részt akar venni. Az ATF folyton rágja a fülemet. Az FAA pedig bele akar szólni, hogy hol szálljon le a repülőgép. Nem számít. Mi dirigálunk. Irányítsák a gépet az Andrewsra. És derítsék ki, hogy mi van rajta. Uram, a légierő parancsnoka van a vonalban. Nem engedik a gépet az Andrews közelébe, amennyiben nukleáris anyag van rajta. Ki engedélyezte? Az elnök. Remek. Van egy 737-esünk, és nincs hová letennünk. A helyzet komolyabb lehet, mint gondolta. Szeretném, ha elmondana mindent, amit tud. Mindent. Azt hittem, hogy mindent tudok. De már nem vagyok biztos benne. Azt mondta, ez csak egy modell. Lehet, hogy egy rossz tréfa. Miért tenne ilyet? Mert ő kicsit... Amikor elváltam, rettentő dühös volt. Zaklatott. Talán ez egy beteges vicc, hogy rám ijesszen. Vivian, túl sok az egybeesés ahhoz, hogy ez egy beteges ember tréfája legyen. Az FBI jelenleg valami azonosítatlan veszélyes anyag után kutat, és az a meggyőződésük, hogy a gépen van. Miféle anyag? Azt nem mondták. Az nem lehet. Miért nem? Az üzenet minden egyes szava ezt támasztja alá. Úgyhogy kezdjünk mindent előről. Mi az a valami, és mi célból készült? Rendben. Amikor Los Alamosban volt, felfedezte az úgynevezett medúza effektust. Még nem hallottam róla. Ez egy erős, elektromágneses impulzus, amit medúzának keresztelt. Na hát, kővé változtatja a dolgokat. Nem, megolvasztja. Mindent, amiben kompjúterchip van. Jól van. Ha bármely kormány ilyen elektromágneses impulzust tud létrehozni, tönkre teheti a kommunikációt. Az ipart, megszűnhet az áramellátás és minden, ami ettől függ. Tudom, annak idején a tengerészet biztosított minden áramkört és csipet esetleges szovjet impulzusok ellen. Már akkoriban is. Rogers tudta, hogy a világ számítógépektől és kódoktól fog függeni. Hitt abban, hogy nekünk kell először megalkotnunk a medúzát. Különben megsemmisítik, vagy zsarolják az országot. És ez itt a medúza? Nem. Kizárt, hogy megcsinálta. Azt mondta, hogy ez csak egy modell. Vivian! Engem nagyon aggaszt ez az egész, érti? Tudnom kell, hogy maga mit gondol róla. Nem tudom, hogy mit gondoljak. Rendben. Akkor tegyük fel, hogy hazudott. És ez itt nem csak egy modell. Hogyan működik? Ha jól értettem, ahhoz, hogy létrejöjjön a medúza effektus, szükség van... Mire? Először egy termonukleáris robbanásra.
Nash teljesen tiszta, a tengerészetnél szolgált Annapolisban kitüntették, de igazi cowboy. Az ekkori felettesei beleremegnek, amikor csak meghallják a nevét. Igen? Amikor F-14-esen repült, csak Vércsének hívták. Vércse? Olyan stílusban landolt. Lecsapott. Vakmerő fickó. Vércse. Igen? Megvan. Kapitány, itt újra Tony Di Stefano beszél. Egy pillanat, átkapcsolom az interfonra. Hallgatom. Átirányítjuk a Pax River-i támaszpontra, ismeri? Persze, ismerem. De miért oda? Miért nem távolabb a vihar útvonalától? Mert Pax River-ben van olyan felszerelés, amivel megvizsgálhatják a rakományát. Nézze, Mr. Di Stefano. Sehol sem szállok le, míg nem tudom, mivel van dolgom. Nem tudom, milyen ott a szélerősség, de van egy tippem. Egyenes választ várok. Maguk szerint mi van a gépemen, és miből gondolják, hogy veszélyes? Tony. Megkockáztassuk. Ha azt akarom, hogy együttműködjön, meg kell mondanom neki. Kapitány! A Miami reptér egy igen rafinált műszerének adatai szerint alapos okunk van feltételezni, hogy nukleáris anyag van a rakterünkben. Ez nagyszerű. Nukleáris anyag. Hallgass! Hallgass! Nem lenne kicsit pontosabb, uram? Plutóniumról beszél? Pontosan arról beszélek, kapitány. Apropó, hagyjuk az uramozást. Tony vagyok. Rendben, Tony. Azonnal iránt kell váltani a Pax River felé. Vettem. Ott már várja a tengerészet egyik tisztje és néhány emberünk. Nagyra értékelem az együttműködését. Scott! Szükségem lenne a gépen lévők személyazonosságára, beleértve az utasokat is. Gondolom már mindent tud róluk, Tony, de azért elmondom. Hét utasom van. Dr. Linda McCoy. Ez hihetetlen. Az első tisztem Don Hazard, a másodtisztem Jerry Carmel. Én Scott Nash kapitány vagyok. Köszönöm, Scott, még jelentkezem. Várjon, Tony! Mondanom kell valamit. Mondja. Találtunk valamit a gépen. Hallgatom. Na figyeljetek rám, srácok, belefutottam valamibe. Lehet, hogy semmiség, de lehet, hogy egy óriási sztori. Kéne néhány adat, bármi, amit fel tudtok hajtani bizonyos Dr. Rogers Henryről, a volt neje Vivian, valamint Dr. Linda McCoyról és a személyzet tagjairól, akiket beolvastam. Jó, de mi van a gépen? Az FBI szerint hasadóanyag van a Scatter 50-esen. Úristen. Figyelj! Most bemegyek az irodába. Légy óvatos, rendben? Talán csak egy teszt és mi pánikot keltünk. És ha nem az? Akkor egy atombomba köröz Washington felett. Szia! Dean, de jó, hogy ott vagy. Mi történt? Azonnal utol kell érned Rogers-t, és nem érdekel, hogyan. Várj, mi történt? Rogers csinált valamit, de nem tudom, hogy mit. Jól van, várj csak, várj, lassan, hogy megértsem. A cucc, amit a Pentagonnak szánt, a Medusa modell. Lehet, hogy valódi. Nem, Viv, ugyan már, az egyszerűen lehetetlen. Biztos megint az egyik beteges tréfája. És ha mégsem, tudod, hogy mire képes? Jól van. Ki tud még róla? Az FBI. Ezért is rémültem meg. Úgy kezelik, mintha igazi lenne. Ők tudják, mit tegyenek vele, úgyhogy ne aggódj. És ha nem? És ha még senki nem látott ilyet? Csak Rogers tudja, hogy mi ez. Dean, meg kell keresned. Nézd meg otthon, majd a nyaralóban. Írd, amit mondok. Több tudós dolgozott a Medusa Projecten. Egyikük bizonyos Dr. Clarence Barker. Közel lakik, a Sullivan utca sarkán. Menj el hozzá, és kérdezd meg, tudja, hogy Rogers mind dolgozott. Ó, Istenem, ez beindult. Mi folyik ott? Minden kikapcsolási kísérlet ellenes program aktiválva. Csak is Mrs. Vivian Henry képes leállítani. Amennyiben nem állítanak le, megkezdem a végső visszaszámlálást. Uramisten! Észlelte
fel Mrs. Vivian Harry jelenlétét. Ezt honnan tudja? Mit csinálnak ott hátul? Nyugalom! Ne roncs a helyzetet! Vedd fel a telefont, te rohadt szemétláda! Lépj előre és állítsd le a szerkezetet. Csak annyit kell tenned, hogy számokat ütsz be. Ez roppant egyszerű, Vivian. Még neked is menni fog. Lépj már előre, Vivian! Amint látod, érzékelem a jelenlétedet. Ez biztos valami vicc. Nem érdekel, hogyan? A pacemakeredről egyedi elektronikus jeleket bocsát ki. Én raktam bele. Így ettől a perctől kezdve elektronikusan követhető vagy, és ha 7 méternél távolabbra mész tőlem, ez a szerkezet azonnal felrobban. Istenem! Vivian, a te kezedben van az Egyesült Államok jövője. Mindössze annyit kell tenned, hogy beütsz néhány számot. Emlékszel az egykori közös bankszámlánk 5 számjegyű PIN kódjára? Pöcsök be most! A PIN kód... Azt hiszem... Csak... Nyugodtan. 5? 5. 5, 3. 7. 2. Rossz, Vivian! Nem ez volt a bankszámla PIN kódja. A visszaszámlálás elkezdődik. Ez az egész a te hibád, Vivian. Nem, ez volt az. 5-5-3-7-2, ez volt a kód. A robbanásig hátralevő idő 3 óra 29 perc. Amerikai nagykövetség, London, Anglia. Tulajdonképpen ez az egész roppant egyszerű. Mondhatnám gyerekjáték. Mindössze arra van szükség... Igen? Mr. Shapiro. Igen. Bocsássanak meg egy pillanatra, kérem. Stanley? Terry nagykövet is itt van velem. Elnök úr, a terv az volt, hogy a gépet... A Pax River-i bázisra irányítjuk. Csak hogy? Van egy kis gond, elnök úr. Stanley, ne köntörfalazzon. Találtak egy szerkezetet a gépen. Állítólag egy 20 megatonnás fegyver. Előfordulhat? A reptéri szkenner adatai szerint igen. A számláló a bombán, vagy akármi is az, 3 óra 29 percet mutat. Uram, ez a bomba 50 mérföldes körzetben mindent csepp folyósít. 3 óra 29 perc. Hol van most? Még Washington felett. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Vigyék el onnan, mégpedig azonnal. Mennyi idő alatt ér a gép Pax Riverbe? 30 perc alatt odaér, uram. Stanley, pusztán véletlen egybeesés, hogy éppen az elnök közép-keleti útja alatt történt? Jim! Szerintünk nincs összefüggés, nagykövet. Ha most rögtön elindulunk, mennyi idő alatt érünk haza? Közel 6 óra alatt, uram. Stanley, legalább 6 óra, amíg Washingtonba érek. Ez nagyon jó hír, uram. Ha ez a valami felrobban, nem akarjuk, hogy az elnöki gép a közelben legyen. Figyeljen rám, Stanley! Ez a valami akármi legyen is az. Nem fog amerikai föld közelében felrobbanni. Térképezzék fel a lehetőségeket. Vessünk véget ennek. Kérem, mentsen ki a vendégek előtt. Hogyne. Jól van, Scott, vegyük át újra. Nem az a lényeg, hol a szerkezet, hanem hogy... Hol a feleség, ugye? Úgy tűnik. Jó. Tehát, ha minden annak a függvénye, hogy hol van a feleség... Akkor nyugodtan elhagyhatják a körzetet. Ha jól értelmeztük. Olvastam az aktáját.
Nagy mutatvány volt, ahányszor csak leszállt az F-14-essel. Jól értelmezte. De sosem hoztam olyan döntést, ami rajtam kívül még... Igen, tudom. Nincs más választásunk. Talán azt hiszi, hogy nekem könnyű Pexre küldeni, mert nem vagyok ott. De ha bármi történik, akkor mi is megyünk. Mindenki megy. Figyeljen rám, Scott. Ha az üzenet igaz lett volna... Hogyha elviszik a Pentagonból, felrobban. Már felrobbant volna. Jól van. Benne vagyunk. Mehet. Rendben. A többiek hogy vannak? Jól vagyunk. Washington torony. Itt a Scudder 50. Irányítson minket a Pax River-i katonai bázisra. Milyen ott az idő? Fel kell hívnom az FBI-t. Rogers egy... Vivian! Érzékeltem, hogy eltávolodtál. Nem figyeltél rám, Vivian. Ha 7 méternél távolabbra mész tőlem, azonnal felrobbantom a szerkezetet. Láttad? Itt kell maradnod mellettem, hogy meghalj. Még ha a Pentagonban bárki is megúszza. Te úgyis meghalsz. Vivian, maradjon itt. Visszajövök. Ahó! Igen, igen, jövök már! Dr. Clarence Barker? Igen. A nevem Dean Cooper, és egy barátja vagyok Vivian Henrynek. Emlékszik rá? Vivian, hát persze, hogy van? Nos, ő jól van. Nézze, egy sürgős ügyben küldött magához. Akkor nincs jól. Tudja igazolni magát, Mr. Cooper? Igen, hogyne. Sehol sem találom Rogers Henryt, ezért kellett felkeresnem magát. Segítek, amiben tudok. Doktor, mit tud a Medusa Projectről? Maga mit tud róla? Semmit. Csak amit Vivian elmondott, hogy elektromágneses impulzussal megbéníthat egy komputerizált világot. A modern világban ez végzetes lehet, nem igaz? Tudom, hogy együtt dolgozott Rogers Henryvel. Sikerült elkészíteni? Tudja, hogy erről nem beszélhetek. Ugyan már, az nagyon régen volt. Jó, mást kérdezek. Ha azt mondanám, hogy egy Washington felett lévő gépen rajta van a Medusa működő prototípusa, mit mondanom? Az kizárt. Hál' Istennek. Vivian! Az FBI a vonalban van, majd én közvetítek, csak el ne mozduljon. Jól van. Mondja meg nekik, hogy a lakcíme South Fork Road 17650. De amikor odaérnek, legyenek nagyon óvatosak, Rogers kiszámíthatatlan. A lakcíme South Fork Road 17650. Szóljon, hogy legyenek óvatosak. Igen, tudjuk. Mondja meg, hogy egy csapat már is elindult a lakása felé. Ha megijed tőlük, akkor úgy tesz majd, mintha segíteni akarna nekik. Azt mondja, megjátsza majd, hogy segíteni akar maguknak. Rendben, Scott, próbálja meg... Sammy? Igen, uram. Megnyugtatni. Van tapasztalatunk ilyesmiben. Még valami? Biztos kérni fog cserébe valamit. Adják át az üzenetemet. Mondják meg neki... Mondják, hogy tudom, mit akar, és hogy visszamegyek hozzá. Gondoskodom róla, amit csak akar. De előbb meg kell mondania, hogy állítsuk le. Addig ne jöjjenek el, amíg nem mondja meg. Itt van. Másodpilóta Don Hazard, beceneve Doc. A tengerészetnél volt. Navigátor Jerry Carnell. Nem volt katona, de tiszta. Pilóta Scott Nash. Már tudjuk, nem volt büntetve. A katonai aktája szigorúan titkos. Még aktív, de ő is tiszta. Én mondom, itt lehet a gond. Dr. Linda McCoy és Vivian Harry körül. Donna. Még korai. Korai. Köztudott, hogy annak idején már majdnem áttörést értünk el a Medusa Projecttel. De a kormány leállította. Végül nem fejeztük be. De közel jártak hozzá? Úgy éreztük, igen. Na várjunk csak, mennyire közel? Rogers Henry akár egyedül is befejezhette? Nem. Vagyis elméletileg igen? Azt reméltem, azt mondja majd, hogy nem állt módjában szert tenni plutóniumra. Dehogy nem, hiszen ő bármihez hozzáférhetett. Doktor, rávette Vivient, hogy Washingtonba kísérjen egy működőképes Medusa prototípust, és most éppen a főváros felett keringenek. Az lehetetlen, hisz...
Előbb tesztelni kell. És ha ez a teszt? 8 éve dolgozik rajta, igaz? Ó, Istenem. Figyeljen, bármeddig elmenne, hogy bántsa Vivient. De ön szerint képes megtámadni a hazáját? Az biztos, hogy őrült. És ha nincs otthon, a nyaralójában... Igen, tudom, hol van, indulok. Lépjen kapcsolatba a többi kutatóval, hát ha tudnak valamit. Dr. Feldheimot! Sürgős! Halló? Halló, Dr. Clarence Barker? Maga kicsoda? Igen. Peter Cook vagyok, a Washington Sentinel-től. Nincs mit mondanom, Mr. Cook. Várjon, ne tegye le, kérem, segítenie kell. Dr. Barker, tudjuk, mi történik azon a képen. És azt is, hogy együtt dolgozott Dr. Henryvel Los Alamosban. Hogy elkerüljük a spekulációkat, szeretnék konkrétumokat megtudni. Jöttel az ügy hátteréről. Mr. Cook, adja meg a számát és visszahívom. 555-01-54. Irány 360 fok, sebesség 48 csomó. Rossz látási viszonyok. Nekem mondod. Dr. Barker? Igen. Köszönöm, hogy visszahívott. Tiszta! Itt is tiszta! Gyorsan! Nézzetek körül mindenhol! Tony! Nincs itt, a ház üres. Nézzetek alaposan körül. Szedjétek szét a házat! Igenis! Tehát a Medusa projektet a végső fázisban eltörölték. Úgy van. De lehet, hogy mégis egy Medusa repül Washington felett? Erre sajnos nem tudok válaszolni. Gyerünk! De azért elméletileg lehetséges. Nem gyártok elméleteket. Mi lesz már, emberek? Gyerünk el! Gyorsan, gyorsan! Mondja el nekem, kérem, milyen elven működik a Medusa fegyver. És tegyük fel, hogy létezik egy ilyen. Mi a hatása? Mr. Cook, semmi kedvem országos pánikot kelteni. Ne tegyünk fel semmit! Nézd csak meg! Hé, Tony! Találtunk valami műhelyfélét. Talán egy labor? Alaposan kitakarították. Ez lesz az. Sugárfertőzött az egész. Plutónium nyomok. Rogers Henry a mi emberünk. De eltűnt. Igen. A házban nem találtuk. Tud olyan helyet, ahol elrejtőzhetett? Az egyes főútról! Kanyarodjanak jobbra, pontosan egy mérföld után lesz balra egy magánút. Jobbra, aztán egy mérföld után lesz balra egy magánút. Azonnal kösse be magát. Ön, már is oda küldünk egy osztagot. Tony, mit tud maga a Medusa fegyverről? Hogyan? Hát... azt hittem, nincs rosszabb, mint atombombában repkedni a fehérház fölött. De ez valami állítólag erős elektromágneses impulzust generál. Medusa hullámot. Scott, erről most nem szívesen beszélnék. Kérem a Medusa aktákat. Hagyja szabadon a vonalat, jó? Vettem. A vihar autókat borít fel, háztetőket ragad magával. Ilyen szörnyű pusztítást eddig még egyszer. Igen, igen. Jó, átadom. A károk helyreállítással valószínűleg dollármilliárdokat emlékszik. Menj át Szírire, mielőtt elsodorja a szél. Nem most. Te jössz, Szíri!
Don, amint látod a hátam mögött, a közvetítő kocsinkat felborította a vihar. Hihetetlen, hogy mi van itt. Don, várj! A meteorológusok szerint a hurikán belövelte. Mi van? Ne! Add be Manit! Ezt meg kell nézned! Előbb az evakuálás és azután Manit. Mondd, vagy menj ki! Elcsíptek egy furcsa levelezést két fickó között a neten. Egy Medusa nevű fegyverről beszéltek, ami éppen Washington felett van. Baromság, megszállottak! De a Washington Sentinel is ráállt. Peter Cook megkeresett valami kutatót, és a fickó visszahívta. Hívd a Pentagonost! Lehet, hogy nincs is ott a nyaralóban? Hogy? Majd tájékoztass! És tarts távol a helikoptereket, míg oda nem értek. Nem akarom, hogy meglógjon. Figyelj! Ha megvan, vigyétek a PEX-re. Nem érdekel, mit csináltok vele, a lényeg, hogy leállítsa azt a számlálót. Rendben? Ha nem csökkentjük a zajt is, a hőmérsékletet el fogjuk szúrni. Bill, mi újság? A PEX-en egyre rosszabb az idő. Van olyan infó is, amit hallani akarok? Dola? A bázis parancsnoka szerint túl rossz az idő. Lezárja a bázist. Ez nagyszerű. Csodálatos. Kapcsolják az igazgatót. Ugyanarra a sztorira álltunk mindketten. Nos, mindkettőknek vannak forrásaink. A sztori óriásit fog robbanni, ezért egyeztetni szeretnék. Most miről beszélsz? A Medúzáról. Hallgatlak. A forrásaink szerint egy atombomba repked Washington felett, ami képes tönkretenni egy ország számítógépes rendszereit, és milliók életét oldhatja ki. Hallgass a forrásodra! Peter, ne akarj lerázni! Tudjuk, hogy kapcsolatba léptél egy Los Alamos-i tudóssal, Dr. Clarence Barkerrel. Nézd, te írsz? Mi közvetítünk. A te határidőt holnap van, a miénk most. Nem osztozunk. Peter, leadjuk a sztorit. Ha akarsz, együttműködsz. Elmondod, mit tudsz, és beveszünk. Vagy amit akarsz, de nézd... Nélküled is jó. És te? Mész a sülyeztőbe. Jól van. Küldj egy stábot a PEX River-re. A kár itt több 10 milliós nagyságrendű. A hurrikán és a hatalmas hullámok leginkább a sík tengerparti területekre jelentenek veszélyt. Az emberek pánikba estek. Az egész keleti partról sérüléseket és haláleseteket jelentenek. Különös, hogy éppen az evakuált területekről. A part mentén okozott károk dollármilliókra tehetők. Mint mindig akadnak olyanok, akik nem hajlandók elhagyni az otthonaikat. A rendőrök nem folytatják az evakuálást, ők is biztonságos helyre húzódtak. Amint láthatják, a Sigrid hurikán épületeket rombol le. Az emberek rettegnek, a károk igen jelentősek. Mi várható? Ha a mágusok nem tudják leállítani a PEX-en, felrobban. Tehát a PEX-en szálljon le a vihar elleni? Igen. A bázisparancsnok tudja? Stanley készültséget rendelt el. Figyelj, Tony, a robbanásnál is jobban félünk a Medúza hullámtól. Továbbra is miénk az ügy? Amint leszáll a gép, majd átveszik tőlünk. De egyelőre még a miénk. Halló? Gina? Tony? Miért suttogsz? Figyelj! Kérlek, nagyon figyelj! Tedd a gyerekeket a kocsiba és menj el anyádhoz. Megőrültél? Az egy 10 órás út. Tedd, amit mondtam, Gina. Tudod, milyen idő van itt? Elmondanád, mi történt? Nem lehet. Még telefonálnom se szabadna. Menjetek föl. Gyerünk! Ne kérdezz semmit, csak tedd, amit mondtam. Tony, mondd meg, mi a baj.
Emlékszel, 6 évvel ezelőtt kerestem egy fickót Guatemalában. Igen. Emlékszel, hogy mit feltételeztünk? Ne mondd ki, csak mondd, hogy emlékszel. Igen. Akkor kiderült, hogy csupán vaklárma volt. Jaj, ne. Ez most nem vaklárma, Gina, ez most igazi. Hamarosan bekövetkezik. Üljetek be a kocsiba, és menjetek olyan messze Washingtontól, amennyire csak lehet. Ne beszélj senkivel, és vidd magaddal a mobilodat. És veled mi lesz, Tony? Én nem aggódom, amíg biztonságban tudlak titeket. Menj, drágám. Szeretlek. Erről beszélek. A nő a kormánynak dolgozott Los Alamosban. Akkor ismerte meg a férjét is. Tehát ért a nukleáris fegyverekhez. 2 évvel ezelőtt elvált Dr. Harrytől, és most ott ül egy gépen egy nukleáris szerkezettel, amit a volt férje alkotott. Tehát 2 roppant különböző képünk van erről a nőről. Az egyik egy bosszú szomjas asszony, aki dühös, mert leállították a férje projektjét. A másik egy kihasznált volt feleségé, akit a haldokló férje csellel rávet, hogy nukleáris bombát szállítson a Pentagonba. Szerintem az előbbi változat bújik meg az utóbbi állarca mögött. Talán. Talán. Jól van. Elmondom, mit teszünk. Amint leszáll a gép, mindenkit letartóztatunk. Megindítjuk ellenük a gépeltérítési ügyekben szokásos eljárást, és később a jókat kihozzuk a rosszak közül. Egy 20 megatommás robbanás egész Washingtont leradírozná. 1000 évre lakhatatlanná válna. Itt több millió emberről van. Azonnal meghalnának, és újabb milliók a sugárfertőzéstől. Felfoghatatlan. És mi ez a medúza hullám? Barker elmondása szerint minden nukleáris robbanás elektromágneses impulzusokat generál. A Medúza Project egy olyan második hullámra képes, amely megbénít minden elektronikai berendezést. Ha ez működik, a hullám megbéníthatja egész Észak-Amerikát. Talán nem működik. Reménykedjünk. Don, ha ezt leadod, akkor... Tudom. Nézd, a vezetőség még nem hozott döntést. Mérlegelik a nemzetbiztonsági kockázatokat, de én készen állok az élőadásra. Evakuálni kellene Washington. Nem adhatod le a sztorit, amíg nem bizonyosodod be, hogy igaz. Felhívunk valakit. Pax River tengerészeti támaszpont. Cutter 50-es, megadom a leszállási engedélyt. Cél 3-5-5-55 60-as tartományban. Scott, én nem is tudom. A gép súlya rakománnyal együtt 70 tonna. Normál esetben a landoláshoz 140 csomós sebességre van szükség. Rendben. 140 csomó mínusz az 50 csomós hátszél, az 90 csomó. Gokkarttal is sikerült már. A lényeg, hogy nincs más választásunk. Megkezdjük a landolást. Csak egy kis villám? Nem veszélyes? Azért elég félelmetes. Ugyan. Rendben, emberek, kezdhetünk. Mehet 3000 lábra? Mehet 3000 lábra. Jelenleg a 32-es kifutópálya felé tart. Tartsa 2500-as magasságon a gépet. Jelentkezzen be a toronynál. Itt a Scatter 50. Vettem torony. Tartjuk a 2500-as magasságot. 32-es. Vettem. Maradjon csöndben, reggedjen!
Beszélnem kell a fickóval, aki itt lakik. Különben szörnyűség történik. Mit tud a házban lévő fickóról? Hallgassanak meg, jó? A neve Rogers Henry. Egy atomfizikus. A volt felesége a mennyasszonyom. Most éppen egy gépen ül Washington felett valami szerkezettel, amit ez az őrült kreált. Be kell mennem! Nem mehet a ház közelébe! Ez az információ szigorúan titkos. Vidd innen! Rendben. Nem tudja, mit tesz. Hatalmas hibát követnek el! Elfogtunk egy gyanús szemét. Megyünk a célszemélyért. Jerry, navigálja kifutó felé. Irány 330. Ráteszek még 30 csomót az ellenszél miatt. Azt mondom, többet. Plusz 40. Rendben, plusz 40. Cutter 50-es, a kifutópálya tiszta. Kezdje meg az ereszkedést. Rohadt erős az oldalszél. 30 fokra sodort a kifutótól. Scott, én tennék még egy kört. Ne kapkodj, mert van elég üzemanyagunk. Öt másodperc. Négy. Három. Kettő. Rendben, köszönöm. Egy. Jó napot. Megerősítetlen hírek szerint az Egyesült Államok keleti részének légterében egy civil Boeing 737-es teherszállítógépet, a Scatter 50-est az FBI a Paxton-Szent River-i katonai támaszpontra irányította. A VCA informátorai figyelemmel követték a rádiós beszélgetéseket, és arra következtettek, hogy az FBI feltételezése szerint a Scatter 50-es lakterében egy nukleáris szerkezet található. Mozgás! A VCA tudomására jutott az is, hogy a gép személyzete szerint a szerkezet megkezdte a visszaszámlálást az automatikus detonációig, mely nem egészen 3 óra múlva következik be. A Fehérház és más kormányzati szervek folyamatosan cáfolják a... Sebesség rendben! Lassan megkezdem az ereszkedést! Rendben, előttünk lehet a kifutó! Tegyük fel, hogy látjuk! Ott van! Látja! Látjuk a gépet! Ellenőrzés! Fékek rendben? Rendben, világít! Futómű? Rendben! Gázkar? Működik zöld a lámpa! Szárnylapok? 50-50, a gép leszállása kész. Még semmi? Semmi! Szólok, ha már tudok valamit! Becslése szerint nagyjából 2,5 óra van hátra a detonációig. A BCA információi szerint a fedélzeten lévő fegyvertípusát illetően... A francba! Széllökés! 30-40 csomós lehet! Tudom, érzem! Megismétlődhet! Légörvény! Adj még gázt! Húzd fel! Húzd fel! Húzd fel, Scott! Húzd fel! Csökken a magasságunk! Zuhadunk! Megtartom! Több millió ember. Ez a fegyver képes megvédeni az ország gazdaságát. Folyamatosan csökken a magasság! A rohadt életbe! Jelenleg... Parrasodródunk! Eltértünk a kifutópályától! Én is tudom! Tedd le! Ne tedd le! Ott a főépület! Hozd vissza jobbra! 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 Gyerünk! Scatter, térjen ki! Lassítsunk! Nem, belefér! Scott, a torony! Neki megy! Vigyázz! Kapaszkodjatok!
Folytatjuk.